Közelebb a lakossághoz. Adózási ügyeket is lehet ezentúl intézni a nyírbátori kormányablakban. Az úgynevezett NAV-ablakban az ügyfelek például bejelenthetik adataik változását, leadhatják különféle nyomtatványaikat, kérelmeiket, bevallásaikat. Óvjuk bőrünket! A fényvédő krémek használatára hívják fel a figyelmet a bőrgyógyászok, ugyanis a napégések komoly bőrbetegségeket idézhetnek elő. Arató nap. Az aratás hagyományait idézték fel és mutatták be a hétvégén Tiszaeszláron, ahol egy ma már különleges régiségnek számító Hoffer traktorral és cséplőgéppel dolgozták fel a gabonát. Adózási ügyeket is lehet ezentúl intézni a nyírbátori kormányablakban. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az úgynevezett NAV-ablakban az ügyfelek például bejelenthetik adataik változását, leadhatják különféle nyomtatványaikat, kérelmeiket, bevallásaikat, kérhetnek csekket, nyomtatványokat, rendelkezhetnek állandó meghatalmazottjukról, és a NAV segítségével kijavíthatják, önellenőrizhetik a bevallásukat. Az elsők között július 3-ától Melnyírbátorban is működik úgynevezett NAV-ablak, ahol adóügyeiket intézhetik az állampolgárok, közölte Ondi Sándor adóügyi igazgató helyettes. A településen eddig a hatóság kirendeltsége működött, ezentúl azonban a hét mindennapján a kormányablakban lesz elérhető a NAV szolgáltatása. Ez a folyamatos ügyfélszolgálat jelenleg még egyedülállónak számít hazánkban. Országos szinten 12 helyszínen nyílt hétfőn NAV-ablak. 89 ügytípus került előzetesen meghatározásra. Ennek keretében a NAV igyekszik a lehető legmagasabb szintű ügyfélkiszolgálást biztosítani az ügyfelek számára. A legmagasabb számossága természetesen e körben a magánszemélyek irányából szokott jelentkezni. Itt az adókártya, adóazonosító jellel kapcsolatos ügyintézés, a különböző változás bejelentő adatlapok, a bevallásukkal kapcsolatos átvétel vagy javítás kérdéskörében, tipikusan a személyvedelemadó témakörében szoktak felmerülni, de itt a jövedelemigazolás is ugyanúgy megemlíthető például. A kormányablakban sokan várakoztak már hétfő reggel is. Az ügyfelek már a NAV-ablakhoz is kérhettek sorszámot. A hatóság tervei szerint 2018 elejére várhatóan további 3 kormányablakban működik majd ügyfélszolgálatuk a megyében, Nagykállóban, Ibrányban és Záhonyban. 2018 végére országos szinten pedig 91 településen lesz elérhető a NAV-ablak. Itt Nyírbátorban hetente 1200 ügyfél is megfordul, a jövőben a járási hivatal további kormányablakkal bővül. A nyírbátori járási hivatal Szabolcs-Szentmár-Bereg megye 13 járásából a 4. előkelő helyet foglalja el, nagyságrendileg és létszámilag illetően is. A nyírbátori járási hivatalban 88 fő állami tisztviselő dolgozik, 6 szervezetű egységünk van, ezek közé tartozik a kormányablak osztály is. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen nem csak a székhely településen Nyírbátorban, hanem a Mária Pócsi kirendeltségen is működtetünk kormányablakot, és nagy örömünkre szolgál az, hogy ez év őszére talán nyílogosan is megnyílik a kormányablak, és még több helyszínen, tehát 3 helyszínen tudjuk az ügyfeleket kiszolgálni. A nyírbátori NAV-ablak elindítása már a kormány régi tervei között szerepelt, közölte a térség országgyűlési képviselője. Simó Miklós hozzátette, a kormányablakok kiépítése még 2011-ben kezdődött. Akkor mindössze 29 ügykör volt elérhető, mára ez már 1570-re nőtt. Az újabb integrációval pedig még tovább szélesedik a jogkörök száma, ez pedig az ügyfelek számára teszi elérhetővé a gyors és bürokráciamentes ügyintézést. 2011. január 1-től 29 kormányablak kezdte meg a működését. Most 270 kormányablak működik szerte az országban. Ahogy a választópolgárokkal beszélgetek, a választópolgárok elégedettek a kormányablakok működésével. Itt a választókerületünkben 5 kormányablak működik, és a 6. most készül Nyírlugoson. Az ügyfélszám a 233 ezerről 2016-ra 10,8 millióra nőtt.
A kormányablakok kialakításánál fontos volt, hogy országosan egyforma arculatot kapjanak az intézmények, ebbe illeszkednek a NAV ablakok is. Ahhoz, hogy minden állampolgár számára elérhetővé váljanak a szolgáltatások, minden hivatal akadálymentesített, mozgás, hallás és látáskárosultak egyaránt könnyen intézhetik ügyeiket. Nem ért egyet az LMP a Paks 2 beruházással. A párt véleménye szerint ugyanis a megújuló energia kilovattonkénti ára kevesebb lesz az atomenergiához képest. Schmuck Erzsébet, az LMP frakcióvezető helyettese nyíregyházi tájékoztatóján kiemelte, 20 év múlva 27-31 forint helyett csupán 5-7 forintot fizethetne az ország kilovattonként, hanem az atomenergiát választaná a kormány. Az becsülik, hogy 5 forintra fog lemenni a megújuló energiára, hiszen óriási forrásokat, pénzeket fektetnek be a világomban mindenhol a megújuló energia fejlesztésébe és hasznosításába. Ez azt mutatja, hogy nagyon nagy lesz az árkülönbség a megújuló energiára és a paksi atomenergia között. A paksi atomenergia árát rendkívül meg fogja emelni az a hitel, amit az Oroszországtól Magyarország felvesz. A fényvédő krémek használatára hívják fel a figyelmet a bőrgyógyászok, ugyanis a napégések komoly bőrbetegségeket idézhetnek elő. Évente 2400 új melanómás esetet találnak, ezért azt javasolják, hogy az UV-sugaraktól legalább 30-50 faktoros fényvédőkrémekkel kell védekezni. Tartósan meleg és napsütéses időjárás volt az elmúlt napokban, hőségriasztás is érvényben volt, amikor is ajánlatos 11 és 15 óra között elkerülni a napon való tartózkodást. Bőrünk, szervezetünk első számú védvonala, vigyázni kell egészségére, a túlzott napozás, napégés káros. Nőtt a bőrdaganatos betegségek száma is, évente nagyjából 2400 új esetet találnak a szakorvosok. A melanóma kialakulásában sok tényező szerepet játszik, a genetikai tér mellett az is, mennyi fény éri a testfelszínt. Az UV-sugaraktól legalább 30-50 faktoros fényvédőkrémekkel kell védekezni, erre hívják fel a figyelmet a bőrgyógyászok. A megfelelő faktorszám egy alapbiztonságot jelent, de aztán azt használni is kell. Érdemes a napozás előtt 30 perccel már felkenni az első alkalommal, és jó tudni, hogy 2-3 óránként már csökken a hatékonyság, tehát pótolni javasolt. Strandon 2-3 óránként újra kenni javasolt a testfelszínt, különösen, hogyha víz is érte, és arcon is. A nagy melegben az ételek tárolására is oda kell figyelni, a gyomor és bélfertőzések elkerülése véget. Erről 35 perc című műsorunkban beszélt a megyei tisztifőorvos, aki elmondta, a nyári táborokban, üdülőhelyeken fordulhatnak elő ételfertőzéssel összefüggő megbetegedések. Nagyon oda kell figyelni, hogy a tojásra, ami rendszeresen ilyenkor esetleg járványokat okozhat. Tehát a szalmonella járvány az általában a tojással összefüggő megbetegedés. A tojásnak a héjára ugye rákerül a szennyeződés, ez a fekália, ami, hogyha jól meg van tisztítva egyébként, akkor nem igazán okoz gondot. Tehát pláne akkor, hogyha a tojás két oldalra meg van sütve, meg van főzve, ez nem jelenthet problémát. Sokkal inkább, ha nyersen marad az a bizonyos tojás. Tehát, hogyha lágy tojást készítünk, vagy tükörtojást, akkor bizony ott megvan az esélye annak, hogy akár fertőződhessünk. Fertőzéseket el lehet kapni fürdőhelyeken is, a termálvizeket fertőtlenítik, és mind a medencés, mind pedig a szabadvízi strandokon folyamatosan ellenőrzik a vizek tisztaságát. Az idei strandszezonban már nyitás előtt voltak laboratóriumi vizsgálatok, a megyei fürdőhelyeken, strandokon jó a vízminőség. Halálos baleset történt szombaton kora reggel Nyírbátor és Nyírcsászári között. Egy nyerges vontató és egy pótkocsis teherautó ütközött össze egy kanyarban, egyelőre ismeretlen okokból. A kamion vezetőjét olyan súlyos sérülésekkel szállították kórházba, hogy életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség a baleset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja. Az aratás hagyományait idézték fel és mutatták be a hétvégén Tiszaeszláron. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit.
Két pupu tevecsikó született a Nyíregyházi Állatpark Ázsia élővilágát bemutató területén, az ország legnépesebb 17 tagot számláló teve csapatában. Világra jövetelét a park vendégei is végignézhették, hiszen 12 hónapnyi vemhesség után látogatási időben látta meg a csöpség a napvilágot a teve kifutóban. Ma reggel elutazott a szlovéniai edzőtáborba a Nyíregyháza Spartakusz. Lucsánszky Tamás együttese július 14-éig készül Roglában, és közben 4 edzőmeccsen is pályára lépnek Rudolf Gergelyék. Sorrendben az orosz Anzsi Mahacskala, a grúz Dinamo Tbilisi, a szerb FC Cukaricki és az angol Luton Town lesz a Spari ellenfele. Az aratás hagyományait idézték fel és mutatták be a hétvégén Tiszaeszláron. A településen 17. alkalommal rendezték meg az arató napot, amelyen egy ma már különleges régiségnek számító Hoffer traktorral és cséplőgéppel dolgozták fel a gabonát. A rendezvénnyel a település azt üzeni, hogy a helyi összetartó közösségnek fontos a magyar kultúra és hagyományok megőrzése, ápolása. Tiszaeszláron már kivégben állt a búza szombaton reggel, a helyiek tudták, hogy nem lesz kegyes az időjárás, így pár nappal az aratónap előtt a száraz melegben elkezdték a kenyérnek való betakarítását. Máskor kiszoktunk menni a búzaföldre, és kaszával vágtuk le, de most sajnos az idő azt nem engedte meg, hogy ilyen esős időben kaszáljuk is a gazt. Ezt levágtuk már egy héttel korábban. Megéreztem, mondtam a polgármester, vágjunk le kévét, mert nem biztos, hogy jó idő lesz szombatra. Hát be is vált a gondolatom. Július az aratás hónapja, a hagyományok szerint Péter és Pál napján már járták a búzamezőket, és ha vágásra éretnek tartották a búzát, kezdődhetett az aratás. Az aratónap a magyar kultúra értékes öröksége, a vidéki emberek ma is őrzik annak hagyományait. Ha az aratásról kezdjük, egy kaszás ember, volt utána egy marokszedő, egy kévekötő, ezek egy holtföldet reggel 8 órától este 10 óráig le kévébe berakták. A munkából mindenki kivette a részét. Egy ilyen cséplőgépet 40 évvel ezelőtt használtak, ma már igazi látványosságnak számít a modern mezőgazdasági gépek között. A cséplés után már látszott a búza minősége, amire Szabolcsban nem lehetett panaszkodni, mondják. Kiváló kenyérnek való lisztet őröltek a búzából. A tiszaeszlári aratónapon is készültek finomságok. Kenyeret többféleképpen lehet sütni, itt a kemencében kenyérlángost kóstolhattak a rendezvény résztvevői, és többféle hagyományos étel is készült ebédre. A szabolcsi családok többnyire a mezőgazdaságból éltek meg, ma is sokan dolgoznak az agráriumban, de a kisebb településeken igyekeznek máshol is munkahelyeket létrehozni a vidéki lakosság megtartása érdekében. 2 évvel ezelőtt sikerült egy varodát létrehoznunk, és itt jól keresnek az emberek, és folyamatosan azon vagyunk, hogy más jellegű munkahelyeket is teremtsünk, tehát folyamatosan, de nagyon nehéz, mert még a Dunántúlról is menekülnek a vállalkozások, aki nem kap milliárdokat évente, a keleti részről pedig nagyon, de mi mindent elkövetünk, azt tudom mondani, és mindent megpróbálunk. A hagyományőrző rendezvényre gasztronómiai és kulturális programokkal is készültek, délután népi mesterségeket mutattak be, és koncertek szórakoztatták a közönséget. Országszerte megkezdődött az aratás, a csapadékos időjárás nem tett jót a gabonaféléknek. A tavalyi rekordév után 10-20%-kal kevesebb terméshozamra, mint egy 4 millió tonna búzára számítanak a gazdák, ami az ország kenyérgabona ellátására elég lesz, de ebből juthat exportra és vetőmagra is. A minőségre nem lesz kifogás, a felvásárlási árakat viszont keveslik a gazdák, főként annak tükrében, hogy ebben az évben a szélsőséges időjárás károkat okozott a búzában is. A nagy hőhullámokat intenzív viharok és jégeső kísérte, eddig országosan 86 ezer hektárról jelentettek károkat a gazdák. Búzát 958 ezer hektárról takarítanak be idén hazánkban, az aratás várhatóan augusztus elejére be is fejeződhet. Gasztronómiai rendezvényként indult, mára a térség egyik legnagyobb kulturális és hagyományőrző találkozója lett a Dombrádi Csülkös Fesztivál, mondta a település polgármestere a 11. Dombrádi Csülkös Napon.
Az idei rendezvényen 15 bográcsban főttek a különleges ízű, sertéshúsból készült hagyományos ételek, amit zsűri pontozott. A tiszaparti kisváros civil szervezetei helyi vállalkozásai is részt vettek a megmérettetésben. A kísérő rendezvények között kispályás labdarúgó verseny volt, a színpadon népzenei és könnyűzenei előadások szórakoztatták a közönséget. Nagy örömmel tölt el, hogy már 11. alkalommal rendezhetjük meg ezt a kétnapos csülkös fesztivált. A fesztivál első napján mindig nagyon jó közösség összekovácsoló rekordot állítunk fel. És nem volt ez másképp most sem, hiszen tegnap megépítettük a 2510 PET palackból álló hajót, amit vízre bocsájtottunk a Tiszára, Magyarország második legnagyobb folyójára, és ezzel mi kapcsolódtunk az 5. PET kupához, mert hogy ezt a PET kupát egy civil kezdeményezés kapcsán jött létre, és Domrád ehhez kapcsolódott, és Domrádtól Tiszalökig úsznak majd a hajók. Két pupu tevecsikó született a Nyíregyházi Állatpark Ázsia élővilágát bemutató területén, az ország legnépesebb 17 tagot számláló teve csapatában. Világra jövetelét a park vendégei is végignézhették, hiszen 12 hónapnyi vemhesség után látogatási időben látta meg a csöpség a napvilágot a teve kifutóban. Habár még kicsit bizonytalanok a léptei, jó egészségnek örvend a Nyíregyházi Állatpark legújabb aprósága. A tevecsikó különlegessége, hogy míg az anyaállat barna színű, a kis kanca az apja színét örökölve fehér bundájú. A jelenleg 5 napos állat ideje nagy részét anyja mellett tölti, de már ismerkedik a külvilággal és a csapat többi tagjával is. Mindenképpen érdemes a Nyíregyházi Állatpark kifutója előtt huzamosabb időt eltölteni, hiszen a szerencsésebb látogatók állatok születését is végignézhetik. Így történt ez a múlt héten is, hiszen a két pupu teve csapatban újra kopogtatott a gólya, hiszen egy 15 kg-os apróság látott napvilágot. A kis kanca nagyon jól van, jelenleg a csapat minden tagja figyelemmel kíséri a növekedését, de ő még inkább anyja közelségét élvezi leginkább. Anyatejjel táplálkozik még, de hamarosan elkezdi majd a állas takarmányok fogyasztását is. Az Ázsia sivatagos részein őshonos, nagyobb részt háziasított állat kiválóan alkalmazkodott élőhelye szélsőséges időjárási körülményeihez, kitűnően viseli a forróságot és a fagyot, illetve a víz és táplálék hiányt. A sivatag hajója pupjaiban zsírt tartalékol, így akár 10 napot is kibír élelem és víz nélkül. A Nyíregyházi Állatpark kis tevecsikója aprócska pupjaival egyelőre jóval elmarad a felnőttek méretétől, de hamarosan, 2-3 hónap múlva ő is hegyke, kemény pupokkal büszkélkedhet majd. Ma reggel elutazott a szlovéniai edzőtáborba a Nyíregyháza Spartakusz. Lucsánszki Tamás együttese július 14-éig készül Roglában, és közben 4 edzőmeccsen is pályára lépnek Rudolf Gergelyék. Sorrendben az orosz Hanzsi Mahacskala, a grúz Dinamo Tbilisi, a szerb FC Cukaricki és az angol Luton Town lesz a Spari ellenfele. Túl van az úgynevezett ráhangoló héten a Nyíregyháza Spartakusz. A szokásos orvosi vizsgálatokat követően a Lucsánszki Tamás vezette szakmai stáb napi egy edzést vezényelt a futballistáknak, azokon azonban alaposan megdolgoztatták a játékosokat. A keret még alakul, Szécsi Márk, az élvonalbeli újonc Puskás Akadémiához szerződött, érkezett viszont Paksról Kesztyűs Barna és a korábban az MTK és a Paks csapatában is szereplő Kelemen Dávid. A legnagyobb név a visszatérő Bajzát Péteré, aki korábban 67 gólt szerzett a Spari színeiben. A vezetőedző szerint az elmúlt héten senki hozzáállására és munkájára nem lehetett panasza. Maximálisan elégedett vagyok, nagyon jó hozzáállással dolgoznak a fiúk. Az átigazolások azok még nem úgy sültek, ahogy szeretnénk, de abban is jelentős változás van, úgyhogy azt gondolom, hogy elégedett lehetek. 10 napos edzőtábor, azt gondolom, hogy minden igényt kielégítő edzőtáborban legalábbis az előzetesek szerint fogjuk eltölteni. Mindenképpen azt szeretném, ha össze tudnánk rakni azt az alapjátékot, amire aztán majd utána fogjuk tudni építeni a hosszú távú elképzeléseket. A csapatkapitány Rudolf Gergely sokadik felkészülését kezdte el. A rutinos játékos szerint megterhelő hetet tudhatnak maguk mögött. Keményen belekezdtünk, ami nagyon kellett, mert
erőben úgy nem voltunk olyan állapotban, ami kellett volna, úgyhogy nagyon jók az edzések, profin dolgozunk, meg talán nagyon jó szakmai stáb jött össze, mert értjük azt, hogy mit szeretne az edző, és úgy gondolom, hogy ez nagy hasznunkra lesz a következő szezonban. A Ferencváros színeiben 69 bajnoki meccsen védő Jova Levente a legutóbbi szezonban Soroksáron játszott, így a vezetőedzővel együtt érkezett a Sparihoz. Mindenféleképpen ugye jók a benyomások Nyíregyházáról, mind a tényleg itt a csapat körülményeiről, azért itt látom azt, hogy tényleg itt reális esély van ugye a feljutásra, meg itt megvannak a tervek. Körülmények is olyanok, hogy tényleg így egy profi csapathoz kell, mert ugye én is voltam már profi csapatnál, és ugye látom azokat, hogy tényleg a Nyíregyháza is a felé, a szint felé tart, és közel jár ahhoz. Én szeretek nyomás alatt védeni, meg játszani, mert ugye Ferencvárosnál is voltak kint ugye nézők, még 18 évesen, amikor oda kerültem. Szóval feljutó csapatnál még nem voltam, hogy ugye a feljutás a cél, csak ugye bajnoki cím a cél, de tényleg itt is ugye fel kell jutni, nyilván nehéz lesz, mert ugye a Nyíregyháza az is egy nagy múltú klub, és ugye mindenki meg akarja mutatni ellenük, de tényleg most, hogyha itt egyben lesz a csapat, és jók leszünk, akkor meg lesz minden esélye arra, hogy feljussunk. Mint a csapatkapitány elmondta, nem csak a pályán, hanem azon kívül is alakul a csapat. Az edzőben most nagyon jó a közösség, tehát tényleg olyan játékosok jöttek, akik nem csak futballozni tudnak, hanem emberileg is olyanok, akik illeszkednek a csapatba. Úgyhogy én nagyon bízom bennük, hogy egy sikeres szezont fogunk együtt végigjátszani. A Spari a szlovéniai edzőtáborban elsőként az orosz Anzsi Mahacskala, majd a folytatásban a grúz Dinamo Tbilisi, a szerv FC Cukaricki és az angol Luton Town ellen lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Adózási ügyeket is lehet ezentúl intézni a nyírbátori kormányablakban. Az úgynevezett NAV-ablakban az ügyfelek például bejelenthetik adataik változását, leadhatják különféle nyomtatványaikat, kérelmeiket, bevallásaikat, kérhetnek csekket, nyomtatványokat, rendelkezhetnek állandó meghatalmazottjukról, és a NAV segítségével kijavíthatják, ellenőrizhetik a bevallásukat. A fényvédő krémek használatára hívják fel a figyelmet a bőrgyógyászok, ugyanis a napégések komoly bőrbetegségeket idézhetnek elő. Évente 2400 új melanómás esetet találnak, ezért azt javasolják, hogy az UV-sugaraktól legalább 30-50 faktoros fényvédő krémekkel kell védekezni. Az aratás hagyományait idézték fel és mutatták be a hétvégén Tiszaeszláron. A településen 17. alkalommal rendezték meg az arató napot, amelyen egy ma már különleges régiségnek számító Hoffer traktorral és cséphőgéppel dolgozták fel a gabonát. A rendezvénnyel a település azt üzeni, hogy a helyi összetartó közösségnek fontos a magyar kultúra és hagyományok megőrzése, ápolása. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 3-án hétfőn. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. A Kárpát-medence fölé váltakozó nedvességtartalmú, kedden már 1-2 fokkal melegebb levegő áramlik, kissé erősödik a nappali felmelegedés. Estétől derült lesz az ég, csapadék nélkül. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, majd mérsékelt változó irányú szél lesz a jellemző. Reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős napos idő várható, néhol futó zápor előfordulhat. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A következő napokban is sok napsütésre van kilátás gomoly felhőkkel, helyenként szombaton pedig szorványosan kialakulhat záporeső zivatar. A zivatarok térségében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. Melegszik a levegő, a maximum hőmérséklet egyre több felé meghaladhatja majd a 30 fokot.